A Kállai Kúria felújításával és egy színháztörténeti múzeum kialakításával épül-szépül tovább Nyíregyháza kulturális negyede. Az érdeklődők az önkormányzat tervei szerint már idén látogathatják a több 100 millió forintból megújuló épületeket. Nagy zajjal jár a munka. Az egykori nyíregyházi helyőrségi művelődési otthon, vagyis a HEMO épületében. Hónapok óta dolgoznak a Színház utcában, hogy a romos helyből egy színház történeti múzeumot, pódium színpadot, speciális 3D-s mozit, bisztrót és kávézót faragjanak, amely a Színbár nevet viseli majd, és a látványterv szerint idén őszre már így fog kinézni. Itt kap majd helyet a Móri Zsigmond Színház jegyirodája is. Az átalakításra több mint 750 millió forintot nyert el a nyíregyházi önkormányzat. November végén sajtótájékoztató keretében jelentették be azt is, hogy szintén több 100 millió forintból folytatódik a Kállai Kúria megújulása. Ha kész lesz, a főépületébe költözik majd az 1993 óta a Nyírvízpalotában lévő Kállai gyűjtemény, amelyet Kállai Miklós adományozott Nyíregyházának és a megyének, és amely országos szinten egy páratlan együttesnek számít. Emellett könyvtár és több más újdonság is lesz az épületben, számos modern látogató igényt kielégítve. Egy több mint 1 milliárd forintos beruházás eredményeként a kulturális negyedként emlegetett terület is tovább szépül, egységesedik Nyíregyháza szívében. Ez a szabadtéri színpadot, a Józsa András Múzeumot, a Benczúr és Bessenyei teret, valamint a Kúriát, a HEMO-t és a Színházat is magában foglalja. A városvezetés reményei szerint a fejlesztések a Nyíregyházára érkező turisták számának növekedését is magukkal hozzák majd. Köszöntöm a stúdióban Úrich Attilát, Nyíregyháza alpolgármesterét, jó estét kívánok! Azt gondolom, nagyon régi igényeket és szükségleteket fog kielégíteni ez a nagyszabású beruházás. Milyen stratégia mentén gondolkozik a város ebben? Ugye, ahogy a bevezetőben is lehetett hallani, jó pár olyan intézmény van a Benczúr és Bessenyei tereken, amelyek a kultúrának a különböző igényeit elégítik ki. De hogyha egy kicsit tágabbra tekintünk, akkor van ott három iskola is, két gimnázium és egy általános iskola, ami viszont, illetve még a közelében nagyon sok több általános iskola és gimnázium, akik adhatják az alapanyagot a látogatóknak, illetve hát a szabadtéri színpad esetében ugye nyáron különböző előadásokon más társadalmi rétegek. Ugye, ahogy a Benczúr és Bessenyei terek megszépültek, és még ebben az évben még az utak is új aszfaltozás vannak egyébként kapni, hogy teljes legyen a felújítás. És emellett ugye épül a két épület, a Kállai ház, a régi Kállai ház, illetve mellette a régi tiszti étkezde. Ezek fogják majd feltenni az ira a pontot, vagy a koronát arra az elképzelésre, amelyet kulturális negyedként emlegetünk. A Kállai Kúriának már a második üteme folyik, ezt már az önkormányzat építi, az első ütemét azt az állam kivitelezte. Abszolút készen van, ott helyet kapott a Kállai Kristóf által adományozott, illetve Kállai Miklós és Kállai András által adományozott javaknak a egy része. A kiállításban képet lehet kapni a Kállai család múltjáról, a Mátai lovaglendről és a nagy kitüntetés gyűjteményről. Ott kapott helyet a 16 ezer kötetes ötnyelvű könyvtáruk is a kállaiaknak, ami hagyatékból került. Az új részben lesz egy várostörténeti kiállítás, egy nagy várostörténeti kiállítás, ezzel ugyanis Nyíregyháza adós még, nem csak a nyíregyháziaknak, hanem minden érdeklődőnek, illetve az első emeletén az épületnek lesz majd egy kis konferenciaterem és gyermekfoglalkoztató is, illetve egy olyan árkácsor is megépül az első ütem elé, amely régen az épületnek a része volt. Nagyon kevés dokumentum maradt fenn egyébként magáról a házról, amit Kállai Rudolf főorvos építetett még az első világháború előtt a lányának, Kállai Helinnek és a családjának, amely megmutatja belülről, hogy milyen volt a belső részről a házat. Ott pedig volt egy boltíves árkádsor, amelyről, hogyha ha kinéztek a kállaiak, akkor a belső udvarban egy gyönyörű rózsakertet láthattak, illetve egy kertet láthattak egy allegorikus női alak szökőkúttal. Ez a szökőkút rekonstruálva került, és vissza lesz majd egyébként ez is állítva. Ugye mellette a tiszti étkezde egykori kállai telken épült fel, a kállaiak a 20-as években adták el a hadseregnek, és utána ennek a története szerintem nagyjából ismert a nyíregyháziak előtt.
illetve aki még meglehetősen fiatalos, az még étkezett is. Vagy régóta fiatal. Igen, vagy régóta fiatal, az még étkezhetett is ezen a helyen. És ott pedig a színház kap egy olyan központot, amivel a jegyirodában ugye közel viszi az embereket magához a színházhoz, visz bele egy olyan kiállítást, ami a magyar, illetve a nemzetközi színjátszást is megmutatja egy kicsit, egy mozival, ami szintén a színház kultúrának a része, azt gondolom, illetve végre kap egy olyan kávézót is az a környék, ahol tovább is, mint egy színházi előadás, ott lehet maradni. És a téren sétálgatva, vagy megjövő egy kávét, hogy éve valamit az ember igazából, valamit tényleg egy olyan kulturális közegben érezheti magát, amely azt mutatja a városunkról, hogy nagyon fejlődőképes, és olyan szolgáltatásokat is képes nyújtani, ami az embereknek az érdeklődését felkelti, tanítja őket nyilvánvalóan a hagyományainkra, az értéktiszteletre, a kultúránkra, és nem csak a Kossuth teret és a Sóstót tartja érdemlegesnek arra, hogy felmenjen, hanem egy kicsit széllebb húzzuk ezt a várost, hogy ne legyen ilyen két pólusú. Azt gondolom, hogy minden esetben ez fontos egy város szervezés szempontjából, hogy több olyan része legyen, ahol az emberek megtalálják a különböző igényeknek megfelelően a szórakozási lehetőséget. És itt talán egy picit élőbbé is válhat a közönség és a színház, illetve a művészek kapcsolata. Így van. Az nagyon fontos, azt gondolom, mert azért arra is van igény, hogy aki szereti a színházat, megnéz egy darabot, az közelebb kerüljön a művészekhez, a művészetekhez, és tudjon beszélni róla. Az ember nem csak azért jár, azt gondolom, színházba, moziba, hogy megnézzen valamit, és utána ne gondolkodjon el rajta. Jó esetben ez dolgozik. Így van. A nézőben. Így van, így. Pontosan. Annak dolgozni is kell, annak emóciókat kell teremtenie, valami érzéseket, gondolatokat kell elültetni az emberben, hiszen valamikor az írták ezeket a műveket, amit eljátszanak, hogy ébresszenek valamit, vagy egy korlenyomatot adjanak. És azt gondolom, hogy ez a pár intézmény, ami itt van, ez jó, aki fog egymást egészíteni. Más-más tematikában, ugye a Jós András Múzeum más tematikájú, a Kállai teljesen más tematikájú, az egy polgári kort mutat be. A színház is kötődik az igen erősen egy régebbi polgári korhoz, de azért abban van modern is. Tehát az életnek a különböző területeit fogják megkapni a nyíregyháziak, a megyebeliek, illetve azok, akik kíváncsiak Nyíregyháza épülő kultúrás negyedére. Mennyire fog ezt tudni beilleszkedni a fesztiválok sorába, hiszen azért Nyíregyházán nagyon sok ilyen kulturális rendezvény van. Csak a Vidor Fesztivált emlegetjük, azért nagyon nagy vonzereje van, volt eddig is. Így van. Nem feltétlenül kell egyébként beilleszkednie. Ennek önállóan is meg kell tudni állnia, hiszen fesztivál egyébben egy pár napig van csak. Az nem baj, hogyha van fesztivál, az emberek tudják, hogy van egy ilyen kultúrás negyed, és elmennek oda. De egyébként azt kell inkább bele táplálni az emberekbe, hogy van egy ilyen negyedünk, amelyben néha van egy-egy... Igen, mi magunk használjuk. Van egy-egy fesztiválunk, van egy múzeum, a Készakája például, vagy tényleg van a Vidor Fesztivál, ami más léptékben, ugye Nyíregyháza egyik arca, lényegében a fesztiválok területén. És ha megfordítjuk ezt a sorrendet, és az emberek az évnek nagyon sok napján meglátogatják, akkor valószínűleg a fesztiváljaink még sikeresebbek lesznek, mint most is egyébként, mert hogyha az ember volt kint a Vidoron, akkor látja, hogy mennyien rengetegen vannak, hogy igénye van arra egyébként éjszakában menően, hogy az emberek járjanak nyáron jó időbe, kint legyenek, és a közösségi életet gyakorolják, tehát ezekkel a közösségi tereket kell. És kulturált körülmények között. Igen, igen, azért kultúrás negyed nyilvánvalóan, de kellenek ezek a közösségi élmények az embereknek. Tehát kell az, hogy 8 óra után is legyen valami, vagy 10 óra után is legyen valami Nyíregyházán. Így van, legyen valami, ami az embereket esetlegesen baráti vagy családi körben megtartja. Úgy, ahogy ez nyugaton is van, vagy más városokban van. Hogyha az ember most Nyíregyházán járogat és nézi, vagy egy fesztivál után ott van, akkor látja, hogy az emberek szívesen vannak már kint az utcán, és szívesen üldögélnek, szívesen és beszélgetnek. És valódi közösségi terek tudnak lenni, így van. Akár a közterek is. Így van, pontosan. Azért ki mindenki működik ebben együtt, hogy ez a bizonyos kulturális negyed létrejöjjön, és úgy tudjon majd működni, ahogyan azt elképzel. Hát ez nagyon-nagyon összetett, nem csak ugye az adott intézmények, hanem most a munkában, ugye a háttér munkában nem csak az építetők, hanem hogy nagyon sok designer van, nagyon sok olyan építő ember, aki a digitális technikát mondjuk a múzeumba behozza, tervezi, lesznek olyan prototípusok majd az új Nyíregyháza város történeti kiállítás,
fázisban, amelyek itt lesznek olyan szinten kipróbálva, mondjuk egy ilyen VR valóság szemüveggel, amelyet az ember 15-20 percnél tovább is képes lesz viselni, anélkül, hogy rosszul lenne, vagy a feje zúgna tőle. Tehát lesz nagyon sok olyan modern technika bent, ami már a modern kornak a szüleménye, és egy modern felnövekvő társadalomnak az igényeit, a gyerekekre gondolok, akik a telefont és ezt a technológiát nagyon magas szinten kezelik. És nekik lesznek ilyen részek. Ez a felnőtteknek is jó, mert legalább megtanulják, hogy a gyerekeik mivel játszanak. Ez színesíti azt a tartalmat, amit az ember egyébként is ad. Meg kell próbálni csúnya szóval idézővel teszem eladni a kultúránkat, a történelmünket, azt a lokálpatriotizmust, ami egészségesen ki kell, hogy alakuljon az emberben. És felébreszteni az igényt. Így van, pontosan. Igen, és fenntartani. Tehát ez egy nagyon fontos, az alapvető kérdés lesz, ezért csinálja az ember ezt ilyen szinten meg ezt a múzeumot, hogy van benne egy városnak egy hagyományos története, de olyan köntösbe teszi, amely a modern kornak az elvárásait tükrözi. Hát, ha a gyerekek bárhova is kerüljenek el innen Nyíregyházáról, azt a gyökeret, azt az anyaföldet, azt a várost, azt azért megtartják az emlékeikben. Milyen volumenű ez a beruházás, milyen összegről beszélünk, és kinek? Ugye állami pénzből megy, pályázatból megy mind a kettő. Ugye a Kállainak az első része, illetve az első-második része az 958 millió forintból épül fel, tehát a kettő ütem, a két ütem, ez most 400 millió, ez a második. És olyan 1 milliárd forint fölött van egy kicsivel a HEMO. És ugye a kultúra az drága dolog egyébként, tehát abba be kell fektetni. De és még nem luxus. Igen. Polgármester úr azt tűzte ki célul egyébként, hogy ezt megcsinálja, mert ez majdnem egy 10 éves folyamatnak a végén járunk azzal, hogy ez erre most pont kerül. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a források rendelkezésre álljanak, az, hogy az állam lényegében 100%-ig támogatja ezeket. Utána a fenntartás nyilván a városra marad, ezért igyekszünk olyan eseményeket hozni, olyan kiállításokat tervezni, és úgy megalkotni ezeket, hogy kvázi önállóan is meg tudjanak állni a saját lábukon. Alpolgármester úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Én is köszönöm a meghívást.